Új megfigyelőeszközök a városban, megelőzésben és felderítésben is segíthet az új kamerarendszer. Szeretett kampány. Van-e élet a halál után? Egy bajai bronzérem Egerben. Úszásdiák olimpia országos döntő. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió április 3-ai szerda esti híradója már is kezdődik. Hamarosan újabb térfigyelő kamerákat helyeznek ki a város több pontján. A városbiztonsági alap terhére ezúttal a Déri kert, a Bokodi út és a Szent Istváni temető környékét figyelik majd az eszközök, amelyek nem csak a megelőzésben, hanem a felderítésben is segíthetik a hatóság és a közterületfelügyelet munkáját. A Déri kert Baja egyik legikonikusabb helyszíne, amely amellett, hogy különböző eseményeknek is otthont ad, a városlakók körében is közkedvelt. Az elmúlt években több olyan eset is történt a parkban, amely térfigyelő kamerák kihelyezését indokolta, hamarosan pedig a város ezen része is biztonságosabbá válhat. Tájékoztatta híradónkat Ferenci József, a Biztonságos Bajáért Centrum vezetője. Garázdálkodtak, randíroztak, italoztak, és ne soroljam tovább. A város szívébe, egy olyan ikonikus kertbe, amit nem erre a célra adományozott valamikor a Déri Frigyes. Tehát itt fog 4 térfelő kamera elhelyezésre kerülni, és ezzel reményeink szerint az egész kertet szinte látni fogjuk. Itt a játszótér környékét, mint a sírkert a sétány részét, illetve magukat a sírokat is szintén. Ezek a nagy látószögű kamerák, amik egymással szembe lesznek elhelyezve. Ferenci József hozzátette, az új kamerák a megelőzésben és a felderítésben is segíthetnek. A 12 kamerából álló rendszert még 2007-ben alakították ki, de ez már elavult, így 2020 óta zajlik a modernizálás. Ekkor döntöttek úgy a városatyák, hogy városbiztonsági alap címen 15 millió forintot biztosítanak ilyen jellegű fejlesztésekre. Jó ütemben halad a korszerűsítés, a Déri kert mellett a város más részeit is bekamerázzák. A Bokodi úton is fogunk elhelyezni térfigyelő kamerát, illetve még rendszámfelismerő kamerákat, amiből már van a városban 4 darab a kivezető-bevezető útszakaszokon. Most a Bokodi utat és az elkerülőnek a másik végét, hiszen az egyik végén a Dunaidnál már van egy rendszámfelismerő kamera, most kerül a másik végére a Bokodi útra, és még hogyha a tervek szerint alakul minden, akkor a Szent Istváni temető környékén is szeretnénk egy térfigyelő kamerát elhelyezni. A Biztonságos Bajáért Centrum vezetője a fejlesztés kapcsán azt is hangsúlyozta, tavaly előtt a rendőrségen elhelyezett központi berendezés helyett is vásároltak egy korszerűbbet, ami 48 kamerát képes kiszolgálni. Ezek közül több a rendszámokat is felismeri. Az eszközök már megvannak, már csak a kiépítés van hátra. A kihelyezés a tavasz folyamán kezdődhet meg, mondta Ferenci József. A Bajai Szent Rókus Kórház közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot arról, hogy 2024. április 2-ától nem kötelező a védőmaszk viselése az intézményben. Ugyanakkor az osztályvezetők osztályuk vonatkozásában saját hatáskörrel dönthetnek a további maszk használatról, jelentette be dr. Tóth Gábor főigazgató. A jövő az intelligens önkormányzatoké, amihez a közvetlen, célzott és azonnali kommunikáció szükséges. Mindezt digitálisan, amelyben egy ingyenes alkalmazás segíti a mobil használókat. Baja városa is megtalálható ezen túl a Munipolis elnevezésű felületen, amely nem csak a helyi önkormányzatoknak, hanem például az iskoláknak, óvodáknak vagy egyesületeknek is segít. Eddig 4 országból közel 4000 hivatal, vállalat és egyesület csatlakozott az alkalmazáshoz, akik évente több mint 70 millió üzenetet küldenek a felhasználóknak. Az új információs felületről Irati Klára polgármester tájékoztatta híradónkat.
Egy turista, ha ide látogat, akkor beleveszik gyakorlatilag az információ áradatba, de a bajaiak is. Nagyon sokszor mondják nekem azt, hogy nem tudják, hogy hol keresik a rendezvényeket, hol keresik a sporteseményeket, hol találják meg mondjuk a fogorvosoknak a rendelési idejét, vagy a könyvtár nyitva tartását. Ez az applikáció, ez összegyűjti gyakorlatilag az összes információs oldalt, ami a város életével kapcsolatos. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy tölcsért, amiben gyakorlatilag bele tudjuk tölteni az összes oldalt, a cégeink honlapját, az intézményeink honlapját, az információs oldalakat, a bajai önkormányzat.hu-t, mindent. És különböző füleken nagyon-nagyon rendszerezetten meg lehet találni ezeket az információkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy könnyebbséget jelent, és nem csak azért, mert egy helyen van minden, hanem azért is, mert a felhasználó a saját ízlésének megfelelően kiválaszthatja, hogy ő milyen témák iránt érdeklődik, és azokkal a témákkal kapcsolatosan azt is kiválaszthatja, hogy milyen értesítést kér. Szeretett kampány címmel kerekasztal beszélgetést tartottak a Bácskai Művelődési Központban, azt a kérdést körbejárva, mit válthat ki a halál közeli élmény az emberekből, és azt követően miért tartják fontosnak mások segítését. Dobronai László filmrendező is megosztotta gondolatait a hallgatósággal. Hogy is kéne ezt megélni a hétköznapokban? Meg lehet? Vagy csak ott lehet? Fazekas Bence, a Szeretett Fénye szervezetének vezetője, a nehéz élethelyzetek megéléséről kérdezte a kerekasztal résztvevőit a Bácskai Művelődési Központban a keddesti beszélgetésen. Közel 20 éve élt át halálközeli élményt, amikor megállt a szíve. Ezt mégis élete legboldogabb élményének tartja. Azóta igyekszik minden pillanatot boldogan tölteni. A halál közeli élmények közül én az életet emelném ki, mert az élet az, amelyik minden pillanatba véget érhet, bármelyik pillanatba véget érhet, és bizony erre a pillanatra nem nagyon vagyunk felkészülve, és mindenki ettől a pillanattól fél, és ezért sok mindent eldugunk az életben, amit pedig nagyon nem kéne. Dobronai László filmrendező kifejtette, 1993-as autóbalesete következtében a klinikai halál állapotába került, azóta ő is más szemmel nézi a világot. Úgy véli, egy nagy egész részei vagyunk. Itteni idő szerint ez 4,5 perc volt, de én sokkal többet éltem át, mert hogy nekem közben az egész életem lepergett. Közben olyan helyeket jártam be az egész világ mindenségben, ami sokkal több távolságban is, időben is, mint az a 4,5 perc lenne. Dr. Súlyok János belgyógyász főorvos elmondta, a tudós társadalom sokáig a kihúnyó agy játékának tekintette az összes ilyen élményt. Raymond Moody professzor nevéhez fűződik az első olyan kutatás, amely a világ különböző pontjain élő 20 ember halálközeli élményét írta le. 2002-3 körül a Lancet című legtekintélyesebb orvosi tudományos folyóiratban egy belga kardiológus 230 emberen végzett egy tanulmányt, akik újraélesztettek voltak és visszajöttek úgymond a túlvilágról. Ebből a 230 emberből szinte kivételt nélkül mindenki ugyanarról számolt be. Hozzátette, mindannyian segítőkész, hátrányos helyzetűeket támogató közösség tagjaivá váltak a halál közeli élmény hatására. Bucsi Lajos plébános a Hit oldaláról közelítette meg az élet-halál kérdéseit. A húsvéti időben vagyunk, tehát Krisztus feltámadása az más fénybe világítja meg. Van túlvilági élet, pontosan ő világított rá, hogy nincs vége mindennek a halál, hanem akkor kezdődik igazából az élet. A szeretett kampány fő üzenete az, hogy minőségben, szeretetben érdemes élni, odafigyelve másokra, mondta a bajai esemény szervezője. 2019-ben alakult, illetve indult útjára ez a szeretett kampány. Putnoki Tibor, a Szeretett Fénye közösség vezetője indította el ezt, akinek magának is volt 9 percig tartó klinikai halál élménye. A szeretett a hétköznapokban megnyilvánulhat egy mosolyban, egy simogatásban, egy kérdésben, vagy éppen abban, hogy meghallgatjuk a másikat anélkül, hogy közbeszólnánk. Fontos a megbocsátás és mások elfogadása is, hangzott el a beszélgetés során.
2 850 000 000 forintnyi kárenyhítő juttatást kapott mintegy 1700 mezőgazdasági termelő a 2023-as káresetek után március végéig. A kifizetéssel érintett összes terület nagysága meghaladja 20 000 hektárt, jelentette be az Agrárminisztérium. A Magyar Államkincstár tavaszi fagykárra több mint 860 millió forintot, aszálykárra közel 800 millió forintot, jégesőkárra pedig csaknem 500 000 000 forintot folyósít, ezek okozták a legtöbb gondot a gazdáknak. Ez a juttatási forma azoknak jár, akik a kárenyhítési hozzájárulást befizették, és van piaci biztosításuk is. Utoljára december elején lépett közönség elé a Ráb Színpad és Zenei Közösség, akik 20. jubileumi évfordulójukat ünneplik. Az idei évad kezdése előtt Rubi című kamaradrámájukkal két rangos díjat is elhoztak a Madách Imre irodalmi és színjátszó napokról. A május közelettével pedig már első idei premierjükre készülnek. A tavalyi tartalmas év és néhány hónap pihenés után újra munkához látott a Rebel Színpad és Zenei Közösség. Habár a jubileumi év után egy hosszabb szünetet élveztek a társulat tagjai, nemrég a Balassa Gyarmati Színjátszó Fesztiválon jártak, ahol a Rubi című kamaradrámájuk szakmai és közönség sikert aratott. Legközelebb április 4-én Budapesten, 5-én pedig Székesfehérvárot mutatják be a darabot. Teli Géza, a közösség vezetője azt mondta, az első premierjük május 2-án lesz. A Szent Johanna életéről mintázott klasszikus történelmi dráma a mai korban is egy jelentős problémára mutat rá. Ebben a kontextusban ő volt az állandó, és az emberek megítélése forgott ő körülötte. És én azt gondolom, hogy ez a mai korban is egy nagyon mély mondani valóval rendelkező téma, akkor is, ha az ember vallásos, akkor is, ha nem vallásos. Maga a megítélésnek a kérdése, és az, hogy hányféle megítélésen tud átmenni egy adott emberi élet. Deli Géza azt is elmondta, eseménydús nyár elé néznek. A harmadik könnyű zenei piknik mellett útjára indul egy új kezdeményezés is, amelynek a Zenés Önarckép címet adta a társulat. A vezető azt is elmondta, első meghívott vendége Pető Attila lesz. Szeretnék folytatni a színház pedagógiai projektjüket is, amelyet a Felsővárosi Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és óvoda kérésére indítottak el a közelmúltban. Őszre tervezünk még két előadást, és így áll össze a négy saját előadásos évadunk, amiről talán érdemes beszélni, mert az is egy nyári előkészület. Perényi Balázs, aki már évek óta szervez nekünk Pestről tréningeket, és tovább képez minket. Most meghívtuk egy vendégrendezésre, úgyhogy ő fog rendezni egy darabot nekünk kimondottan. Ennek a munkái lesznek a nyár folyamán. A Rábel Színpad és Zenei Közösség ősszel Békés Pál a Félőlény című gyermekdarabját állítja színpadra. Októberben pedig az Idősek Városi Napján adják a műsort a szépkorú közönségnek, tette hozzá Deli Géza. Március 23-án és 24-én a bajai tornász lányok mellett városunk úszó növendékei és a Diák Olimpia országos döntőjén bizonyíthattak. Az általános és középiskolai korcsoportokban szépen teljesített a bajai csapat. A fiatalokat a KED reggeli edzésen látogattuk meg. 29 ezer főt neveztek az úszók B-kategóriás diákolimpiai versenyeire a 2023-24-es tanévben. A nevezők közül a vármegyei első helyezettek és a budapesti dobogósok jutottak el a kétnapos EGRI országos döntőre. A bicskei Aladár úszodában a bajai Spartacus SC több úszója is képviselte iskoláját, illetve városunkat. A legfiatalabb bajai versenyző az első korcsoportos Badari Panka Katica volt. Egy 26 és 50 méter, és hátba úsztam. Hányadik helyezést értél el? Ötödiket értem volna el, csak sajnos kizártak. Miért zártak ki ezt? El tudod mondani, mit hibáztál? Hát egy picit előbb indultam.
A második korcsoportban Csanyik András a 14 fős hátúszó mezőnyben 39 másodperc alatt ért a célba. Elmondása szerint örült volna, ha ezzel a top 10-be bekerül, de így is elégedett az úszásával. 50 méter hátban jutottam be, én jól éreztem magamat, a úszást is. Hát a helyezés nem lett a legjobb, de örülök nagyon, hogy bejutottam. A bajai delegáció legjobb eredményét Ács Vanda érte el, aki a második korcsoport 20 fős mezőnyében állt rajtkőre, és 31 másodperces idejével bronzérmet szerzett. 50 méteres női gyors úszásba indultam. A futam eléggé nehéz volt, de teljesen meg vagyok magam elégedve. Ugye harmadik helyezést értél el. Számítottál ilyen jó eredményre, vagy ez volt így a realitás, hogy dobogon végzel? Hát szerettem igazából magamhoz képest jobb időt úszni, de örülök. A kicsik mellett a bajai középiskolások is medencébe ugrottak Egerben. Hatodik korcsoportban Székely Szabó Szilveszter 100 méter gyorsan a 12. helyen végzett, míg a Havasi Adél, Pomázi Zsófi, Koller Kamilla, Török Mira összetételű 4x50 méteres gyorsváltó 10.-ként csapott a célba. Március 23-án Kartalon rendezték meg a vadokarate országos bajnokságot. Városunkat két klub is képviselte a megmérettetésen. A Silver Fit Sport Egyesület két versenyzője éremmel térhetett haza. Késmárki Csaba tanítványai közül Mészáros Benedek, kata és kümite kategóriában ezüst, míg Győri Péter formagyakorlatban bronzérmet szerzett. A Baja Vadokarate Dojo ese is több versenyzővel indult. Major Tamás tanítványai remekül szerepeltek. U14-es korosztályban Szuper Boglárka küzdelemben második lett. Az U16-osok között katában Varjas Réka és Nothoff Levente ezüstérmet szerzett, míg kümitében Jerkovics Mladen harmadik lett. U21-ben Hepe Balázs egy arany és egy ezüstérmet szerzett, míg csapatkatában két társával felállhatott a dobogó második fokára. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Új megfigyelő eszközök a városban, megelőzésben és felderítésben is segíthet az új kamerarendszer. Szeretett kampány, van-e élet a halál után? Egy bajai bronzérem Egerben, úszásdiák olimpia országos döntő. A bajai televízió híradóját látták, friss összeállítással, holnap este jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Éjjel is sok lesz felettünk a felhő, és az északi-északkeleti tájakon helyenként futózápor is előfordulhat. Csütörtökön a változóan felhős ég mellett több órás napsütés valószínű, napközben továbbra is helyenként lehet kisebb csapadék. Estétől azonban északnyugat felől ismét beborul az ég és eleredhet az eső. Ma még többfelé erős, északkeleten viharos lesz a szél, estétől viszont mérséklődik a légmozgás. Holnap a nyugati szelet inkább már csak élénk széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.